Figyelem, mindkét esély, vigyázz! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szolgálat a nagy egyes Dónyi. Értem. Juhász. Ebb. Fabjár. Ebb. Komiszár. Értem. Értem. Kettes Major. Értem. Csámpai. Értem. Tomár. Értem. Pozsár. Értem. Újvár. Értem. Őszolgálat Sam. Értem. Igen, átadását ügyelök. A kisgyerekeknek az álma, mint ahogy a versben is mondja, hogy tűzoltó leszel és katona, ez szerintem csak kívülről néz ki olyan szépnek. A tűzoltó az mindent csinál. Tehát a tűzoltó az oltja a tüzet, műszaki mentésnél segítkezik. Ha aranymamának a macskája nem tud lemászni a fáról, akkor majd a tűzoltó leszedi. Ez hiába mondja az ember, hogy nem érdekel. Tudat alatt biztos, hogy benne van az a feszültség, hogy most akármikor megszólal a kigyullad a lámpa, megszólal a hangszóró, hogy ki megy, hogy megy. Ezt csak tagadni lehet. Ez szerintem minden emberben, aki itt bent van, ez benne van. Úgy szokott lenni, hogy amikor nem várja az ember, akkor jön. Szóval nem az van, hogy leülünk és nézzük a lámpát, hogy mikor lesz riasztás, hanem úgy teszünk, veszünk, és majd csak jön. Úgy fölkészíti magát az ember, hogy na most akkor elemózsia össze van csomagolva egy napra, és akkor holnap reggel, ha minden igaz, akkor hazamegyek. Mert itt az a mondás, hogy bejössz, csak nem biztos, hogy hogy mész ki. Lehet, hogy talpal előre. Tehát kimegy az ember, mikor kim van ott nem gondolkodik, ott megy, mint egy gép dolgozik, automatikusan odafigyel saját életére, a kollégáira. Visszajön ide belőle egy kávé mellé, és utána kezd gondolkozni, hogy ott maradhatott volna. Szellőző. Magyarán a lift fog. Beesett egy emberke, és hát a mentősök nem bírták kiszedni. És ők kimentünk, hogy kötéllel őt fölhozzuk. Na most, mikor a mentőst engedtük le, az egyik kolléga a leengedésnél rosszul tekerte fel a kötelet a mászőre. Nem volt belőle probléma, de utána, amikor beértünk káresetnél, félrevonult a többiektől, itt ült kint a teraszon, és akkor kérdeztük tőle, hogy hát mi a baj, és akkor mondta, hogy hát nem úgy csinálta, ahogy kellett volna, és mondtuk neki, hát nem volt belőle baj, de hát, és akkor ő visszakérdezett, hogy és mi van akkor, hogyha leesik? Hát, hogyha olyan nagyobb a baleset akkor, vagy a tűz, akkor együtt leülünk, megbeszéljük, hogy ki mit csinált, mit rontott el, mit csinált jól, mire kell a legközelebb majd vigyázni. Most készítettek? Igen. Igen. És mi lesz vele? Ha minden igaz, bagulyás. És ha el nem riasztanak. Én úgy veszem észre, hogy itt egy idő múlva belefásul az ember ezekbe a dolgokba. Én csak magamról veszem a példát, mikor meghalt nagyapám, őt nem bírtam megnézni, mint halott itt, meg az ember, most már 5. éve vagyok itt, annyira hozzászokik, hogy teljesen elfásult. Tehát az, hogy ott mellettem, hogy sírnak, rénak, az sajnos most már hidegen hagy. Minden hazamegy, az ember hazaviszi, én a gondolkod, néha otthon én magamon veszem észre, hogy otthon az ember egy kis dolgon fölkapja a vizet. Úgy a magánéletemben teljesen másmilyen vagyok, mint itt. Én is szeretek szórakozni, járni. Lazábban viselkedni, meg egy kicsit komolyabban kell viselkedni, mert ugye nagy felelősség van rajtunk. Okay.
1, 2, 3, nem abba játszunk, az biztos, hogy bunkóba játszunk. Egy szép Petró úr. Nagyon szép volt. Ide. Személy szerint nem szeretem az olyan jellegű káreseteket, ami mondjuk tűzeset vagy visszakimentés során kisgyermekek kapcsolatos. Én azokat nem szeretem, de hát ez ettől függetlenül még ugyanúgy el kell tudni viselni, meg kell próbálni túllépni rajta, mert nekünk nem az a cél, hogy ott sírdogáljunk, vagy bármi, nem, megpróbáljunk menteni. Tűzesetnél meg az a rossz, ha olyan van a papíron, hogy emberi élet, meg még gázpalack, hát borzasztó nincs. Például a múltkori, amikor a három gyerek kiment Budakeszin játszani, és meghalt mind a három, de rájuk omlott az épület. Szóval az nagyon rossz érzés azért, szerintem. Hát akinek gyereke van, az biztos, hogy másképp gondol rá. Figyelem, figyelem, próbaiasztás. Egyet, amikor kigyúlt a lámpa, mindenkinek egy kicsivel jobban ver a szíve. Ez biztos. Ezt én magamról tudom, hogy jobban ver a szíve az embernek. Nincs levegő. Autóban az ember egyeztet, nézi a riasztási lapot, mi van, hogy van. Ha úgy van, hogy ember van bent, tehát be van szorulva autóba, már kicsit jobban nyomja az ember a pedált. Ha gyerekekről van szó, tehát a gyerekek vannak az épületben, akkor itt mindenki meg van hűlve. Tehát a gyerekekét végül is mindenki mindent, úgyhogy. Metrógázoláson voltunk. Hűvös volt, egy férfi volt bent a metró alatt, meghalt. Nagy kabát volt rajta. Most a metró alól úgy veszük ki, hogy létrára, ami a kocsi tetején van, létrára fölfektetjük, kiadjuk a perorra, és akkor ott, amikor mentősök már megnézik, mondták, hogy halott. És akkor mondták, hogy mikor kijön a hullaszállító, vegyük le a létráról, és akkor pakoljunk össze. Kijöttek a hullások, oda mentünk négyen, két lába, két keze, hogy levesszük a létráról. Megragadtam a csuklóját, háromra, hogy fölemeljük, másik kihúzza alól a létrát. Én emelni emeltem, már itt volt fönn a keze, de még az én oldalamon még mindig lemp volt a létre, nem bírták alól a kihúzni. Belenyúltam a kabát ujjába, fölemeltem, kihúzták a létrát, jön az orvos, kicsomagoltam, pont az a keze volt neki leszakadva, amit én ott emelgettem, meg jó, nem bírtam kihúzni a kabát ujjába a kezét. Kamion nagyon passzírolta, az útévnyalán volt, személyautót, áttért a kamionos a másik oldalra, vagy elaludt, és nagyon passzírolta, és szedtük ki a hölgyet, az autóban, amikor kimentünk, már férfi nem volt benne, és szedjük ki, és egy illető ott simogatja a hölgyet, és mondjuk neki, hát legyen más, és odén menned. Egyszerűen nem bír, nem férünk hozzá, meg volt már halva. És akkor mondja a gyerek, hogy... Fér és feleség voltak, és állítólag akkor mentek volna Nászútra. Tehát ennyi az élet. És senki nem mondta, hogy tehát menjen odé, vagy valami, tűrtük. Az elején volt nehéz. Most már úgy vagyok vele, hogy meghalt. Úgy se lehet rajta segíteni. Szóval úgy nem törődik vele az ember, mert ha magára venné, akkor itt azt mondaná akkor a brigád egy év után, hogyha úgy teljesen magára vennék, akkor egy év után állítom, mindenki leszerelne. Aztán már tudok dolgozni. Örlődik, és... Megáll. Nekem ott a faluban vannak idősebb kollégák, akik tűzoltók voltak, és nem is egyel beszéltem, hogy öreg, ezt most kell otthagyni. Fiatalon, mert ők itt leúztak 30-valahány évet, és van olyan, akinek azt mondja, mai napig esténként kijönnek ezek a szörnyű dolgok. Tehát mai napig, és most kezd benne őrlődni, és most dolgozódik fel benne, és azt mondja, nyugtalan éjszakai vannak neki. Tehát valahol, nem tudom. Valahol azt le kéne szabályozni, hogy mennyi időt lehet itt eltölteni, mennyi idő az, amit felbír dolgozni az illető,
Hát ez nem amire szartunk. Nekünk az, hogy kimegyünk, kiszedjük, megoldjuk, visszajövök, ennyi a mi dolgunk. Én szeretek vonulni, hát én szeretnék minél több káresetet, de mondjuk ez a civil embereknek meg nem jó. Én megmondom őszintén, nem szeretem ezt a munkát. Megszokni meg lehet, de szeretni ezt. Azt, hogy másnak látja az ember a szenvedését, azt nem lehet szeretni. Én szerintem. Én nem szeretem. Ami jó itt a csapat, meg amikor ilyenkor így megy a hülyeskedés, meg minden. De amúgy, hogyha ki kell menni és dolgozni, azt meg kell csinálni, azt az ember nem szeretetből csinálja. Ez egy élmény. Egy jó érzés, hogy az ember valahol tudott segíteni. Eddig még ide se éjj hozzám, se senki, ez úgy vissza nem jött senki, hogy legalább kezet fogott volna, hogy köszönjük, hogy valamit. De én legalább én el se várom. Hogy azt a többiek, hogy elvárják, nem várják, azt nem tudom. Hogy ők elvárják, de jó. Nekem legalábbis jó érzés. Mindkét egység, vigyázz! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!